A koronavírus járvány miatt túlterheltek voltak a kórházak, ezért van szükség újak építésére, valamint a meglévők felújítására. Ezt mondta a szerb államfő az építkezésen. Alexander Vučić szerint a más betegségekkel küzdő pácienseknek is biztosítani kell a megfelelő ellátást. Elnézést is kért az emberektől, amiért az országban nincs még több kórház. Az új egészségügyi intézmény az állam munkájának és igyekezetének eredménye, mert csak a kiépítésére 27-28 millió eurót fordítanak, mondta a szerb elnök. Vučić megismételte korábbi kijelentését, miszerint amint megjelenik a koronavírus elleni védőoltás, Szerbia azonnal beszerzi azt. Mi ćemo tražiti, uveren sam, dobiti vakcinu kada i mnogi drugi koji budu prvi u dobijanju te vakcine, a svakako ne na začelju u svetu, ali za nas je važno da obezbedimo sve moguće uslove da naše ljude možemo da lečimo. Alexander Vučić beszélt arról is, hogy Szerbia az idei év második negyedévében a második Európában a GDP növekedés tekintetében, csak Litvánia előzi meg. Az egész fél évet tekintve viszont továbbra is első. Kiemelte azt is, hogy a nyugdíjak és fizetések Szerbiában biztosak, és nem lesz csökkentés a koronavírus járvány okozta válság ellenére sem. A ljudi mogu da budu sigurni, da znaju da je Srbija nešto uspešnija od ostalih, da su im plate i penzije sigurne, nastavit ćemo da radimo, nastavit ćemo da gradimo i da se ponosimo svojim bolnicama, da se ponosimo svim onim što smo uradili i svim onim što smo napravili. A szerb elnök beszélt a szeptember elsejei iskola kezdésről is. Nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy az új tanév online formában kezdődik majd. Mint mondta, a diákok csak akkor mehetnek iskolába, ha biztosítva lesznek a feltételek az egészségük megőrzésére.